Gyülekeznek a tettyén a Fitbike Ese tagjai. Nagyon várták már ezt a közös programot, hiszen a koronavírus járvány miatt nem lehettek csoportos spinning edzések, futások, bringázások. Pünköst hétfőn 10 órakor indult el a kis csapat, hogy a Flóra pihenői új hintát kipróbálják. Útközben bőven volt idő a sztorizgatásra is. Hát a karantén időszak nehéz volt, legalábbis csapatépítés szemszögéből, de ugye nagy segítségre voltak ezek az online rendezvények, amik történtek ebbe a 2,5 hónapban, és most, hogy ugye kicsit felszabadult az élet, ugye felmerült az igény azért, hogy újra próbálja meg összeérni a csapat. És először a szokásos kis futás, közös futásba gondolkodtunk, de aztán úgy gondoltuk, hogy ha egy ilyen kis közös túrában összpontosítanánk az ereinket, és akkor ilyen kis dumálósra vennénk az egészet, szerintem sokkal jobban élvezné mindenki, és sokkal jobban át lehetne beszélni az elmúlt 2,5 hónapnak a történéseit. Az útvonal ugye Tetyéről indultunk, föl Dömörkapu, kijöttünk ide a Flóra pihenőhöz, ezt most mindenki indáját megnézni, ugye ez egy nagy nevezetesség lett most Pécsnek. Utána visszamegyünk a Dömörkapui állatkertig, és visszasétálunk a Tetyére, és utána majd egy kis közös kis iszogatással, vagy pontosabban közös kis teázgatással zárjuk majd a túrázást. A járvány előtt volt, így most egyesületen belül azért, akik szeretnének edzeni, azokat segítjük, és azoknak beindítjuk az edzést, és ahogy majd szépen szabadulnak föl a dolgok, és egyre lazább lesz minden, úgy egyre többen majd csatlakozhatnak hozzánk, és újra mindenki tekerhet, futhat, vagy ciklizhet velünk. A Fitbike Ese az elmúlt időszakban csak online edzéseket tartott, nagyon várták már az enyhítést. Hát az online órák azok nekem nagyon tetszettek. Én nagyon féltem tőle, hogy mi lesz akkor, hogyha otthon kell maradni, és nem fogunk tudni többet együtt edzeni. Viszont nagyon-nagyon jól sikerültek. Nekem nagyon tetszett az, hogy a közösség az így megmaradt. Igazából minden nap hallottam egy kicsit a többiekről. Dínuséknak kicsit be lehetett pillantani a családi életébe. Az nekem például nagyon sokat jelentett. Bár mondjuk én dolgoztam végig, de így azért mégis sokkal könnyebb volt így elviselni ezt az egész időszakot. Egy olyan másfél héttel ezelőtt találta ki először a Dínus, így felvetette, hogy mi lenne, hogyha összejönnénk egy kicsit, és akkor ez nekem egyből nagyon tetszett, én nagyon vártam ezt a túrát, nem nagyon találkoztam a többiekkel, meg kell, hogy mondjam, hogy igaz, hogy az online térbe így cseteltünk egymással, de úgy, hogy találkozunk, az nagyon-nagyon hiányzott. Biciklizek is, futok is, úszok is, meg spinningelek is együtt a fitbike-osokkal, úgyhogy ahol lehet, ott vagyok én is, meg a család is. A tagok nem csak a gyerekeket hozták el az első túrára, hanem többen házi kedvenceiknek is kedveztek a kirándulással. Elég rossz volt a bezártság, és ugye otthon edzeni nem teljesen olyan, mint csapatban, úgyhogy eléggé megterhelő volt. Örülünk, hogy végre kiszabadulhattunk a szabadba, és hát a kutyákon is látszik az, hogy már nagyon várták a túrát. Egy szűk család, mondhatnám, így is kitartóak vagyunk, és összetartóak is egyben, úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom a Fitbike-ot.